Hagyományőrzés, hagyományápolás, a Szatmári király család tevékenysége Felső Zsolcán, ezzel a címen nyílt néprajzi tárlat a Bárcai kastély emeleti kiállító termében. Az Általános Művelődési Központ és a Szatmári király Ádám Kulturális Társaság rendezésében magángyűjtők anyagából rendezett tárlat 100-150 év tárlatában mutatja be a mindennapi használati tárgyakat, ruhákat, földműveléshez használt munkaeszközöket. 3 évvel ezelőtt, amikor a társaság megalakult, már az első tárgyakat megkaptuk tőle, és nem gondoltuk, hogy a mai napra ennyi néprajzi tárgy összegyűlik, hogy egy kiállítást tudunk belőle rendezni. A mellettünk levő tárlóban Jakab Zoltán úr gyűjtő ajánlotta fel a készletét. Külön érdekessége, hogy ma Felsőzsolcán az az egyetlen fellelhető kastélyban található eredeti tulajdon. Tehát az itt látható dísztálak valóban ebben a kastélyban voltak, és ezért most lehetőségünk volt kiállításra. Milyen korokat ölel át ez a kiállítás? Mely korokból származnak az itt lévő használati mindennapi eszközök? Az itt lévő használati tárgyak elsősorban a múlt század elejéről, illetve a 19. század végéről származnak. Hanna asszony, ahogy a megnyitójában el is mondta, nagyon fontos számára a múltnak az ápolása, és ezek a tárgyak a paraszti kultúra emléktárgyai. A magyar nép nagyon szorosan kötődik a paraszti kultúrához, ezért a társaság nagyon fontosnak tartja ezeknek a hagyományoknak az ápolását. Vannak egy jellegzetes felsőzsolcai eszközök, tárgyak? Felsőzsolcai eszközöket is találunk. A kiállítás jobb alsó részében felsőzsolcai gyűjtések, Zsíros Sándor tanár úr gyűjtése elsősorban, illetve kollégám Eszlári János volt a gyűjtője. Ezekből is adtunk egy kis ízelítőt ebben a kiállításban. Amit ismer az ember, igazán azt tudja szeretni, és ott érzi magát otthon, ahol tudja, hogy mi, miért és mi hogyan alakult ki. A történelemben talán az az egyik legzseniálisabb dolog, hogy nem kell túl nagy összefüggésekre törekedni. Szinte minden család, minden helység történetében ott van egész Magyarország, de talán még Európa története is. És ezt tapasztalom, amikor így családokkal, kisebb településekkel foglalkozom. De hát Miskolc is ebből a szempontból egy aranybánya, kimeríthetetlen, Felsőzsolca pedig szintén. Tehát nem számít a település mérete, ezt lehet mondani, hogy mindenhol akadnak érdekességek, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy olyan családokkal foglalkozni, ahol még vannak hozzátartozók, hát az különösen nagy élmény. Egyfelől az ember felelősségteljesebben nyúl a témához, hiszen ha egy több száz éve kihalt familiáról van szó, hát szabadabban fantáziálgathat az ember, hogyha ahhoz van kedve. Itt viszont a szemébe kell nézni azoknak az embereknek, akik igenis érintettek, és a szakembernek pedig meg kell őriznie azt a kint is vagyok, bent is vagyok, pengeillen táncoló helyzetet, hogy a történész szakma szigorú kritériumainak is megfeleljen, egyfelől másfelől viszont a családot se sértse semmivel. És épp azt gondoltam most, hogy ez ritkán adatik meg egy fiatal történész számára, hogy tényleg, ahogy ön fogalmazott, a szemébe nézzen a utódoknak, és előttük tartson előadást. Hát ez nem az én érdemem, hanem ez a felsőzsolci kulturális elit és az önkormányzat dicsősége. Én azt mondhatom, hogy teljesen negyedi szerintem itt a környéken, hogy ennyire foglalkozzon egy település a múltjával, és hogy ilyen nagy energiákat mozgósítson annak érdekében, hogy a kutatási eredményeket publikálja, illetve hogy a még élő hozzátartozókkal ápolja a kapcsolatokat. Úgyhogy itt a Zsíros Sándor nevét, a polgármester úrét, a Puc Józsefét lehetne sorolni, és tényleg le a kalappal előttük. Ez nagy lehetőség egy fiatal történésznek. Nekem semmi más dolgom nem volt, csak az, hogy felkészüljek és itt elmondjam, amit gondoltam. Hanna asszony is említette megnyitójában nagyon szép szavakkal, hogy ezek mind szellemi értékek, amik egy gyűjtés során, és hát nyilván a kiállítás során is, és kikerül a falakra, a tárlókba, azokkal foglalkozók, illetve a kiállítás megtekintők is, és valamilyen szintig ugye, foglalkoznak, és hát gyarapszik tudásuk, gyarapszik a érdeklődési körök tágul, és hát mindenképpen olyan értékekhez jutnak, amelyek nem csak a saját, hanem a városnak a szellemi értékeit is emelik, és ezért gondolom, hogy nagyon fontos, és különös bukója van ennek a mai gyűjteménynek, mai kiállítás megnyitónak azzal, hogy Hanna asszony, hogy ezt, ahogy mondta is, hazahozta külföldre, egy része külföldön volt, Németországban, ahol ő lakik, és hát
úgy gondolta, hogy itthon, Magyarországon van ennek valójában jó helye, itthon érzi jól magát. A megnyitón itt voltak a Szatmári király család Magyarországon és határainkon túlélő tagjai is. A kiállításon látható tárgyak jelentős részét a magyar férjével jelenleg Németországban élő horvátné Szatmári király Johanna gyűjtötte össze, aki most az AMK-nak adományozta gyűjteményét. 18 éves korom óta foglalkozom a gyűjtéssel, a Bizományi Áruháznak voltam a dolgozója, és ott tanultam ki a bútor szakértői régiséges szakot, és így, miután a családban is nagyon sok gyűjtő volt, így bizonyos fokig ez magától jött, hogy aránylag ezek a dolgok akkoriban még nem voltak olyan drágák, persze annyira kevés pénze volt az embernek, hogyha vett egy kisebb tárgyat, egy korsót vagy valamit, akkor egy pár napig egy ilyen joghurt és kifli diétán voltam. A gyűjtés mindkét részről, az édesanyám és az édesapám részéről is a vérünkbe van, úgyhogy tulajdonképp nem számít, hogy az ember milyen körülmények között van, mert gyűjteni kell. Természetesen az emigráció után 71-ben mentünk el Magyarországról, 2 évig éltünk Afrikában, majd utána Németországban kezdtünk új életet, és az emigráció első 10-15 évében nagyon sok gondom volt a 4 gyerekünkkel, 4 kisgyerekünkkel. Ők az emigrációkor 1 és 6 évesek voltak, úgyhogy el lehet képzelni, hogy mondjuk az ember akkor nem éppen a régiséggyűjtéssel foglalkozik, de aztán, ahogy Magyarországra járhattam, meg Erdélybe járhattam, akkor ahol tudtam és amit megbírtam venni, mert egy nagyon kicsi pénz állt a rendelkezésemre, akkor nagyon boldogan vásároltam dolgokat. És most miért döntött úgy, hogy ide Felsőzsolcára adja ezeket? Már nagyon régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy valahova odaadom, egyáltalán odaadom, mert miért maradjon ez kinn. A nyitó beszédben említettem azt, hogy egy barátnőm hazavitt egy gyönyörű paraszszekrényt, virágos, tulipános paraszszekrényt Párizsból, mert azt mondta, hazavitte a Balatonfelvidékre, azt mondta, ez a szekrény nem érezte jól magát Párizsban. Természetes egy üzletember ezen egy nagyot nevet, de az ember úgy elgondolkozik, hogy ezek a tárgyak valójában ide tartoznak. Tehát némelyiken meg is látszik a használattól is, de a folytonos innen-oda menés miatt a kopások és egyebek mutatják, hogy ezek a tárgyak hosszú utat tettek meg, amíg itt most Zsolcán megérkeztek és hazaérkeztek. Azért Zsolcára adtam 2 ok miatt, elsősorban a szüleim miatt, a családomnak, azok tagjai miatt, akik akár kulturálisan, akár szociális téren valamit tettek, azok felé akar ez egy omázs, egy főhajtás, egy tiszteletadás lenni, de általában magyar emberek előtt is, akik megpróbáltak a maguk anyagi szintjén valamit adni az országnak, de azért is, mert itt egy rendkívül élénk szellemi életet érzek. Annyi minden történik itt, kiállítások, zene, irodalom, háborús emlékek feldolgozása, modern művészet, hogy szívesen ad az ember egy ilyen élő közösségbe valamit. Nagyon boldog vagyok, hogy ide adtam. Természetes, hogy voltak darabok, amiket könnyebb szívvel adtam, és voltak, mint például ott a sarokban lehet látni egy gyönyörű tatai nagy tálat egy óriási kancsóval, hasonló a Tatai Múzeumnak sem volt évekkel ezelőtt. Ezektől nehéz szívvel váltam meg, és sokat kellett mondanom azt magamnak, hogy ne ragaszkodj hozzá, hagyd itt, ez sokkal jobb hely lesz itt neki. És ön is hazajött, nem csak a gyűjtemény. Azt hiszem, hogy nem először jár itt Felsőzsolcán, tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy hazajár. Én hazajárok, de én továbbra is kinn élek, és nem is valószínű, hogy végleg hazajövök, mert a 4 gyerekem és a 2,5 unokám Németországban van, és hát természetesen, ahol az embernek a gyerekei és az unokái vannak, az nagyon sokat számít. De manapság, amikor a hírközlés szinte a gondolat születésével hasonló sebességet ér le, tehát leütöm a gondolatot az internetbe, és a másik majd, hogy nem olvassa, szinte nem is olyan érdekes, hogy hol lakik az ember a végeken, külföldön, itt vagy ott, nézi a Duna televíziót, olvassa az Örökség nevezetű nagyszerű újságnak a cikkeit, éli az életét, dolgozik Németországban, de a szíve itt van, akkor is, hogyha német állampolgár lett közben. Magyarul számol, álmodik még? Én magyarul álmodom, magyarul számolok, a gyerekeim nem, érdekes módon
illetve hát nem érdekes módon, hanem hát ugye annyira német közegben vannak, de ők németül álmodnak, gondolom én, és németül is beszélnek, de mindegyik beszél magyarul, különböző fokon. Érdekes módon a Rita lányunk, aki 6 hónapos volt, amikor elhagytuk az országot, ő neki van a legnagyobb szókincse, mert ő törekszik maga is, hogy sokat olvasson. Aztán van olyan gyerekünk, akinek annyira sok német barátja van, és aránylag kevés magyar kapcsolata, ő kevésbé jól, de ő is beszél. Hát írni úgy írnak, mint az első elemista a beiratás előtt. Úgyhogy ez nem megy, de beszélnek angolul, és egyik-másik egész tűrhetően franciául is. Hát nehéz mindent beleadni a gyerekekbe. De akkor egy boldog anya, egy boldog nagymama ül most itt a kamera előtt. Egy boldog anya, majdnem boldog anya, mondjuk így, az életben tökéletes boldogság nincsen, mert a 4 gyerekem közül, ugye, mint mondtam, a gyerekeink most már 35 és 41 néhány évesek, és tulajdonképpen 2 volt, illetve van férnél, és hát 4 gyerektől 2,4 vagy 5 tized unoka azért az nagyon kevés. Úgyhogy van egy fiunk és egy lányunk, akik hát nem nősültek és nem mentek férhez, ez még megtörténhetik, de jobban örülnék, hogyha vinnék tovább a nevet. Létrehozta annak idején ezt a társaságot, amelynek alapító tiszteletbeli elnöke. Milyen céllal jött ez létre annak idején? Ez tulajdonképpen egy kulturális társaság, nem is annyira a Plattik, Bárcaik, Szatmári királyok emlékének az ápolása volt a cél, bár Szatmári király Ádám Rákóczi apródjának a nevét viseli, természetesen, hogy azzal is foglalkoztunk, hanem inkább, mint kulturális társaság fogja össze lehetőség szerint a fiatalokat is, hogy azok különböző híres személyiségekkel foglalkozzanak, akik nem feltétlenül Magyarországon éltek és alkottak. Miután én is, ugyebár hazabeszélek, én is kinn élek, és mégis a szívem idehúz, ez egy kedves gondolatom volt, hogy emberek, akik hosszan éltek kint, mint Rákóczi, Franciaországban, Törökországban, vagy akár Kőrösi Csoma, aki a Himalájában remetéskedett, vagy bárki más, aki kinn éltek és tevékenykedtek, de valamiképpen, akár geológus, akár földrajztudós, akár ki, hazahozza a dolgokat. Hobbiból én magam is sokat olvasok, például a Selyem útról, és olyan nagy egyéniségek nyűgöznek le engem, mint például Stein Aurel, aki hát mint angol állampolgár úgy tartják őt számon, holott hát ő magyar, és sok mindent adott a Tudományos Akadémiának is, tehát a Selyem utat, az ős magyar útvonalakat is kutatta, egyáltalán az ős magyar probléma nagyon érdekel engem, honnan jöttünk, kikkel voltunk együtt. Úgyhogy ez is lett volna egy célja ennek a társaságnak, de hagyni kell őket, amihez kedvük van, mert borzasztó fontos az, hogy azt csinálják, amihez kedvük van, és nagyszerűen csinálják. Puc József elnök úrral az élen igazán a társaság egy élmény minden alkalommal. Sok gondolatot viszek haza, és feltöltődöm. És úgy tudom, hogy újabb terveket is sző, ha nem is itt Felsőzsolcán, de mindenképpen a térségben. Nem egészen újabb tervek. 93-ban vagy 94-ben volt egy Szent Erzsébet kiállításunk a férjemmel Sárospatakon, és akkor az ottani muzeológusokkal alapítottunk egy társaságot, az Árpádházi Szent Erzsébet Történelmi Társaságot. Ők nagyszerűen csinálják szintén a dolgukat, forrásmunkákat fordítottunk le latinból, minden évben nagyon szép Szent Erzsébet tiszteletére nagyon szép felvonulást szervezünk, pünköstkor számos karitatív tevékenységet is folytatunk. Hadd ragadjam meg itt az alkalmat, hogy fölhívjam a kedves nézőknek a figyelmét arra, hogy jövő évben 800. évfordulóját is ünnepeljük ennek a nagy magyar szentnek. Miután Németországban élek, tudom, hogy 24 oldalas programfüzet állt össze Marburg, Wartburg és még egyéb más városok segítségével, és ezek mind Szent Erzsébetre emlékeznek. Nagyon szeretném remélni, hogy mi magyarok, akik azt mondjuk, hogy magyarországi Szent Erzsébet, és ezt a franciák is mondják, a németországiak Thüringei Szent Erzsébetnek hívják,
hívják a mi magyar királylányunkat. Nagyon remélem, hogy mi is sok mindent teszünk, és kérem mindazokat, akik nézik ezt a műsort, hogy vegyenek részt ünnepségeken, és támogassák a karitatív vagy ünnepelendő projekteket, és segítsenek nekünk ebben. A család egyik tagja ma is szívesen emlékszik vissza a kastélyban töltött gyermekéveire. A Zsolca TV kamerája előtt pedig multidéző idegenvezetésre is vállalkozott családja egykori kastélyában. Én Miskolcon jártam gimnáziumba, és a húsvéti szöneteket töltöttem itt a nagymamámnak a házában, és hát a hétvégéket nagyon gyakran. 944 végéig, mert akkor, amikor a front ideért, akkor mi elmentünk innen, és aztán a nagyanyámat 45 után már nem engedték vissza a házába és a birtokára. Hogyan nézett ki ez a ház a 40-es évek elején? Nagyon emlékeztetett arra, amilyen most, talán annyi különbséggel, hogy ott, ahol most azt hiszem iskola és talán kollégiumi épületek vannak, ott egy hatalmas nagy park volt, aminek sajnos hát a fái már nincsenek meg. A nagyanyám egy abszolút modern mezőgazdaságot folytatott akkori időkhöz képest. Egy komoly nagy tejgazdasága volt, ahol a tejet, a vajat, a túrót minden reggel 5-kor már szekereken akkor még szállították a miskolci tejcsarnokokba, vagy esetleg magán emberekhez. Azon kívül volt egy gyönyörű kertészete, ahol primőröket termelt, melegházak, akkor úgy hívták, hogy melegházakba. Karácsonykor tele voltak Miskolc virágüzletei az ő rózsáival, ibolyáival, és az egész mezőgazdaságát eladva bizonyos mennyiségű földet modernizálta. Sajnos ez 43-ra fejeződött be, és 44-be el kellett, hogy hagyja Felsőzsolcát. Mikor tetszett itt járni utána legelőször? Én tulajdonképpen nem tudom pontosan, de akkor, amikor az óvoda fölvette a szépanyám, a nagyanyám, nagyanyjának a nevét, a Platti Ida nevét, talán olyan 7-8 éve lehet, a polgármester úr biztos pontosan tudja, akkor voltam itt 44 után először. 45-ben, mi nem hagytuk el az országot, 45-ben Budapestről jöttem vissza az ostrom után, akkor érettségiztem utána, és hát az édesanyámmal meg a nagyanyámmal egyszer kijöttünk Miskolcról Zsolcára, de nem engedtek be a házba. Nagyon fájó volt. És most is nagyon fölkavaró, ahányszor idejövök, a ház berendezése, itt a terasz, ezek a felső szobák, hát ez nagyon emlékeztetett, persze hát nem fénycső világítása, és az alsó résznél pedig az a folyosó rész, az akkor is megvolt, onnan nyíltak a szobák, a nappali, az úgynevezett pipázó, a nagymamám szobája, a vendégszobák, ebédlő. És nagyon érdekes volt, mert az akkori szokásoknak megfelelően cserépkályha fűtés volt, és a cserépkályhákat erről a folyosóról fűtötték, hogy reggel, mire fölkelnek, a házbeliek már beregek legyenek a szobák. Itt fent ebbe a kiállító terembe, ahol most állunk és beszélgetünk, itt mi volt régen? Itt fönn volt, ha jól emlékszem, két szoba és egy fürdőszoba, ugyanis volt vízvezeték, mert a nagymamám ilyen, hát nem tudom, hogy hívják, ilyen géppel, vagy ilyen nyomó szerkezettel volt egy saját vízvezetéke a háznak. És itt tulajdonképpen az én dédanyám, a nagyanyám édesanyjáé volt ez a, hogy úgy mondjam, lakosztály itt fönn, aki borzasztó szerette a napot, és itt szembe az Epreskertnek hívták akkor, a Sajóig húzódott. Ez egy gyönyörű ilyen angol park volt, teljesen nem kulturáltan, hanem vadon hagyva, és hát a dédanyám az itt üldögélt, és itt már nem tudott jól járni, és innen nézegette ezt az angol kertet. Én a dédanyámat nem ismertem, mert 2 éves voltam, amikor meghalt, ezt elmesélésből tudom, és az ő halál után lezárták az emeleti traktust, és ezt a nagyanyám nem használta. Annak idején kiszakadtak, vagy ők, vagy a szüleik, elszakadtak Zsolcához, amely településhez jó szívvel vonzódnak, és sok szálon emlékeikben főleg most már kötődnek olyan nemes
elődökhöz, mint ugye Szatmári király Pál, vagy a felesége Platti Ida, aki tényleg országosan is egy kiemelkedő nagyságú asszony volt. Tehát jó és szép dolog, és kellemes dolog egy ilyen elődökre emlékezni, és tisztelegni az ő emléküknek, de ehhez talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, és hát nem is a magam, hanem tulajdonképpen a kollégák Felsőzsoltszán e tekintetben munkálkodók nevében és érdekében, hogy ez egy összekötő kapocs. Tehát itt találkoznak. Egyik is Pesten lakik, talán a másik is Pesten lakik, és hát végül Felsőzsoltszán találkoznak. Vagy azért jön haza rendszeressége Hannász, hogy Németországból, hogy hát többek között, ugye Felsőzsoltszán is ennek a társaságnak az ülésén részt vegyen, kis ajándékot hozzon, értékeket hozzon, és szép gondolatokat mondjon el. A kiállítás megnyitó után Kapusi Krisztián, történész levéltáros Szatmári király Pálné, vagyis Platti Ida társadalmi tevékenységéről tartott előadást. A fiatal kutató egyfajta városalapítóként jellemezte Platti Idát. Felsőzsolc a város, fiatal város, idestova egy évtizede, viszont hogy egy város története hol kezdődik, az egy nagyon jó kérdés. Mert nyilván nem a jogi aktus az első fázis, amikor de jure várossá nyilvánítanak egy települést, hanem ez egy évszázados folyamat. És én azt mondanám, hogy a Szatmári király család, Szatmári király Pál és a fia, illetve hát Szatmári király felesége Platti Ida időszakában hát városias jellegzetességek jelennek meg Felsőzsolcon, ugye járványkórház, óvoda. Említettem, hogy volt itt egy ipari kiállítás 1871-ben, ahová angol-német kiállítók érkeztek, bemutatták a cséplő mozdonyaikat, vető és aratógépeiket. Tehát olyan folyamatok indultak be, amelyek vezethettek volna a városiasodáshoz, illetve a várossá váláshoz, de itt a földrajzi helyzet azért sajátos Miskolc közelsége jelentett egyfajta gátló tényezőt, hiszen két nagyváros, két dudás egy csárdában talán nem fér meg, de volt ennek pozitív hozadéka is, hiszen a vasút pedig azt eredményezhette, hogy igen, Zsolcának jutott ilyen szerepkör, tehát vasúton keresztül lehetett idehozni a cséplő mozdonyokat, és így tovább, és így tovább. És napjainkban is látjuk azt, hogy a két település között azért kulturális együttműködés van. A Kocsonya Fesztiválra emlékszem, hogy ott is volt valamilyen közös produktum. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes. A szatmári királyokra visszatérve, a nagy egyéniség az, ami megmutatja a történelem formáló szerepét. Tehát itt a Platti Ida is, a férje is elhatároztak valamit, és tettek annak érdekébe, hogy változás legyen. És ami a legfontosabb, belátták azt, hogy nekik itt helyben néhány négyszögöllel, vagy néhány holddal több földjük van, vagy kevesebb, az nem olyan nagy jelentőségű, mint az, hogy egy településnek legyen óvodája, legyen kórháza, legyen temetője. Felsőzsolcát most 2006-ban milyennek tetszik látni? Hát fantasztikus. Éppen az előbb gratuláltam a polgármester úrnak, mert gyönyörű lett. Szóval olyan kulturált, ápolt, szép épületek, kezdve a, azt hiszem, városháza, mert már város lettek, kezdve attól, de maga ez a ház, a nagyanyám háza, a karbantartás, és egyáltalán az egész színvonal, ami itt van, ez azt hiszem nem átlagosan kelet-magyarországi, vagy észak-kelet-magyarországi, sőt, nem is nyugat-magyarországi. A polgármester úr jó voltából rendszeresen elküldi nekem Pestre az Örökség című folyóiratukat, ami egy rendkívül nívós, jó cikkekkel, jó fényképekkel, és az itteni, amit említett az unokahúgom, a Hanna az előbb, ezzel a pezsgő kulturális élettel, ami itt van, hát csak teljes tiszteletem a városi és a város lakóké. A kastélyban május 21-ig tekinthető meg a kiállítás. Ahogy az iskola választás, úgy az óvodai beiratkozás is nehéz döntés elé állítja a szülőket, hiszen ahány óvoda, annyi képzési, pedagógiai módszer Felsőzsolcán is. A Platti Ida óvoda a döntés megkönnyítendő nyílt napot szervezett az óvodai beiratkozások előtt. A szülők így gyermekükkel együtt egy fél délelőttöt tölthettek el az óviban, megismerve az itteni lehetőségeket, az óvónéniket, no meg persze a leendő kis barátokat. Reményeim szerint hasonló létszámmal tudunk indulni, mint az elmúlt években. Még soha nem panaszkodtunk gyermekek hiányára, vagy nem volt szükség arra, hogy csoportokat vonjunk össze, vagy megszüntessünk esetleg, mint más településeken. Örülök, hogy nagy az érdeklődése
általában leginkább Felső Zsolcán a kedves szülőknek az óvodánk iránt. Ettől függetlenül mégis azt gondolom, hogy meg kell ezeket a nyílt napokat szervezni számukra, hogy betekintést nyerhessenek az intézmény életébe, nekem pedig módonban álljon megismertetni velük az intézményünk által képviselt értékeket, és az óvodai nevelés fontosságát és a célját, célkitűzéseit, feladatait. Mivel tud vonzóvá válni a szülők számára egy óvoda? Én azt gondolom, egy óvoda akkor válik legvonzóbbá a szülők számára, ha megfelelő feltételeket, nagyon odaadó, gyermekszerető kollégákat talál abban az intézményben, ami talán azt gondolom, hogy a legfontosabb lehet számára, hogy érezze, hogy a gyermeke olyan felnőttek között, olyan értékrend között nevelkedik, ami az ő számára is azt gondolom, hogy a legfontosabb és a legelsőbbrendű. Felsőzsolc azért egy kisváros, itt a földrajzi távolságok talán nem olyan nagyok, a három óvoda sincs túl messze egymástól. Mi szerint dönt akkor mégis a szülő ön szerint? Megítélésem szerint sok mindent számításba vesz, vagy mérlegel a szülő. Bizonyára fontos helyet tölt be nála az is, hogy helyileg esetleg melyik van közelebb az intézmény az ő lakóhelyéhez. De azért már, hogy miután megnőtt a kínálat, érdeklődnek, tájékozódnak és próbálnak minél inkább az ő érdeklődésüknek, gondolkodásuknak, igényeiknek megfelelő intézményt választani. Persze az óvónénik személyisége, az ő megismert értékrendje is nagyon fontos szerepet tölt be a döntésükben. Jó dolog lehet ez az óvi, tessék csak nézni, van itt minden, aerobik edzés, hupikék, törpikék zenére, meg aztán lehet festeni, gyurmázni, meg ha már unja az ember fia egy helyben, hát ott az udvar, lehet labdázni, hintázni, sőt, csúszda is van. A szülők többsége örül a nyílt napadta lehetőségnek, és élnek is vele, gyermekükkel együtt vesznek részt a programokon, így kicsit belülről is megismerve az óvi nyújtotta lehetőségeket. Nekem ide járt az előző gyermekem is, és helyileg választottam akkoriban, meg voltam elégedve az óvodával, és azért jöttünk ide. És milyen elvárásai vannak az óvodával szemben? Megfelelően foglalkozzanak a gyerekkel a személyiségéhez megfelelően, nem csak egy átlagosított foglalkozást tartsanak. Milyen szempontokat tart fontosnak a szülő, amikor óvodát választ a gyerekének? Hát az egyik legfontosabb szerintem az, hogy a gyerek egy igazi közösséget találjon önmaga számára. Nem elhanyagolható szerintem az, hogy közel legyen a lakóhelyhez. Hát nem tudom, az étkeztetésről csak jókat hallottam, úgy hallottam, hogy egész Zsolcán egy konyha látja el. Bízom benne, hogy ebben az óvodában megtalálja azokat a dolgokat, amiket magának egyelőre fontosnak tart. Ez a pici és nekünk is megfelelő lesz. Mi az, amit fontosnak tart? Tehát miféle foglalkozásokat vár, milyen fejlődést vár a gyerektől? Nagyon fontosnak tartom elsősorban a mozgást. Másodszorban pedig, ha művészeti hajlamai vannak esetleg a gyereknek, hogy azok megfelelően legyenek karban tartva, illetve jó irányba legyenek elvíve ezek a dolgok. És most itt ezen a nyílt napon, hogy tűnik, mennyire érzi jól magát a gyerek? Hát eddig én pillangót ragasztottam, ő inkább a babákkal, tehát a többi gyermekkel ismerkedik, valamint épp az előbb dicsértem meg, hogy milyen szépen rendben vannak téve ezek a kinti játszó részek, úgy ezek a padok, azok a hinták, libikókák, úgyhogy szerintem nagyon szép környezetben fogja tudni itt élni minden napjait, ha ide fog jönni. Rágyom kezdődik fut a labda, hol én rúgom, hol meg apja. Azután meg leülünk, égzettünkre leülünk. Ehetnénk is az ebédet, kezed mosunk, bokát térdek. Versekkel köszöntötték a tavaszt az óvodások a felsőzsolcai Bárcai kastélyban. A kis versmondók találkozója tavaly indult útjára, akkor még csak a helyi gyerekek mérhették összetudásukat.
Idén azonban a program kinőtte magát, és 7 környező településről, Kondúból, Sajópetriből, Sajó László falváról, Hernád Németiből és Gesztelyből is érkeztek gyerekek, és persze készült a találkozóra az általános művelődési központ mindkét óvodája is. Tavaly mi csak a felsőzsolcai óvodások között rendeztük meg ezt a találkozót, most az évben meghívtuk a környező települések óvodáit is erre a rendezvényre. 7 óvodából fogadták el a meghívásunkat, és 7 óvodából 26 gyermek vett részt ezen a találkozón. Miért fontos, hogy már kis településekről is jönnek gyerekek? Én azért érzem ezt fontosnak, mert szeretik a gyerekek is megmutatni magukat, örülnek neki a szülők, készülnek rá a kollégák. Jó érzés látni, hogy a tehetséges gyermekek egy kicsit meg tudnak mutatkozni valahol. Beszélgetünk róla, hogy ez még nem verseny, hanem csak egy kis találkozó. Igen, nem tartom még pedagógiailag helyesnek ilyen kicsi korban a gyerekeket nagy mértékben megkülönböztetni, vagy nagy mértékben értékelni különbözőképpen. Ezért úgy gondolom, hogy a találkozó szó a helyes erre a rendezvényre. Megmérettetni majd később még bőven lesz alkalmuk magukat. Itt inkább csak bemutatkozásról volt szó. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz feladat felkészíteni a gyerekeket egy-egy ilyen találkozóra? A gyerekek nagyon szeretik ezeket a találkozókat, önmaguk is várják a kihívásokat már azért ilyen 5-6 éves korban, inkább csak 5-6 évesek vettek részt még ezen a találkozón. Nekik is fontos, hogy megmutassák magukat, leginkább azokat a gyerekeket küldték és hozták ide erre a találkozóra, akik maguk is szerették volna megmutatni egy kicsit magukat. Milyen versekből készültek a gyerekek? Leginkább tavaszi verseket, tavaszi versekből készültek, illetve hát olyanokból, amiket ők szeretnek, vagy az édesanyjuk sokat olvasott nekik kicsik koruk óta, és tulajdonképpen már ezt talán az évek során el is sajátították. Május 1-i előestéjén zenés fáklyás felvonulásra gyülekezett egy kis csoport a Hősök terén. Az ömében fiatalokból álló csapat élén a főszervező Libát Zoltán autójának utánfutóján májusfát vittek. A jó hangulatról pedig a cigányzenekar gondoskodott végig az úton. A polgárőrök által biztosított fáklyás felvonulás a Sajó partjára vezetett, ahol a fiatalok májusfát állítottak, az idősebbek pedig együtt énekeltek a zenekarral. Minden évben itt tetszenek lenni ezen a esti felvonuláson? Hát amikor csak tudunk, akkor mindig itt vagyunk, igen. Tavaly kihagytuk, mert gyerekek betegek voltak, de nagyon szívesen jövünk mindig. Most meg úgy tűnik, hogy sokan kihagyták, mert mintha kevesen lennének, pedig jó a hangulat, nem? Jó a hangulat, nem tudom, pedig... Biztos, hogy a gyerekek meg nagyon jól érzik magukat, ők nagyon szeretik. Nem tudom, miért vonulnak ennyire vissza az emberek. Szerintem Felső Zsoltának jobban össze kellene ilyen szempontból is tartania, hogy eljönnének az emberek, és akkor együtt ünnepelnénk. Május 1-e, hogy telik majd a munka ünnepe? Hát munkával. Munkával, mert az egyesület szervezésében én is részt veszek majd egy vendéglátásban, ami lángos sütésről szól, úgyhogy én dolgozni fogok, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Remélem sokan el fognak jönni, és az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Az esti felvonulást látványos tűzijáték zárta. Május 1-én az időjárás mégsem lett kegyes a rendezőkhöz, ám aki a borús, esős időjárás ellenére kijött a Sajó partjára, minden bizonnyal talált érdeklődésére számot tartó programot. A sátrakban kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt találtak kedvükre való elfoglaltságot. A legkisebbeket játszóház várta, ahol rajzolhattak, festhettek kedvükre, a nagyobbak pedig kipróbálhatták a sportlövészetet. Szia, Németh Csaba vagyok, a Zsolca televíziótól. Nagyon jól megy ez a lövészet, annak ellenére, hogy egy fiatal hölgy fogja a puskát. Mióta célzol? Hát én már több éve járok edzésre, és most kijöttem versenyezni. És hogy sikerülnek a versenyek? Hát általában első szoktam lenni, de azért nem bízom el magam. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó célövő legyen? Hát először is meg kell tanulni célozni, utána sok türelem és odafigyelés. Ennyi.
És a fiúk mit szólnak hozzá az osztályban, hogy te ilyen jó céllövő vagy? Hát nem sok mindent. Kicsit irigyek, de az nem baj. A sportlövészek gyakori vendégek Felső Zsolcán. A mostani is jó alkalom volt arra, hogy új sporttársakat keressenek. Miskolcon a sportlövő egyetben lehet jelentkezni, van Miskolcon több klub is, ahol várják szeretettel a fiatalokat. A Betty ő például, ő nálunk versenyzik, nagyon jó eredménnyel. El kell jönni, megnézzük ki, mit tud. És annak reményében, hogy minél jobb, meg minél több fiatal versenyzőnk lesz. Mi a sikertitka, kiből lesz jó céllövő? Nagyon nyugodt ember legyen. Egy picit hagyja, hogy irányítsák. Hát azok a versenyzők, illetve azok az edzők, illetve az arra akkreditált emberek, akik tudnak foglalkozni fiatalokkal, gyerekekkel, azt kell követniük, amit mondanak. Felső Zsolcáról vannak egyébként? Vannak, Novák Betty, a bátyja, hát vannak egy páran egyébként. Ők rendszeresen részt vannak itt a zsolcai versenyeken is, itt jelenleg itt a május elsőjű versenyen volt rendezve itt nekik az iskolák közötti verseny, tehát volt a Karnótról és Alsó Zsolcáról is, ott is nagyon szép eredménnyel szerepeltek, illetve a mi sportunk által rendezett légpuskás versenyek, azon nagyon jól szerepelnek. A szellemi sportok kedvelői is találhattak maguknak elfoglaltságot és kellő kihívást május 1-én, hiszen az egyik sátorban sakkversenyre várták az általános iskolásokat. Mióta sakkozol? 6 éves koromtól. És miért kezdtél el sakkozni? Nem tudom miért, csak szeretem. Szüleid tanítottak? Igen, apa. És az a mostani mérkőzés milyen volt? Hát elég nehéz. Ki a kedvenc sakkozód? Lékó Péter. A Fekete-Fehér Mezők ifjú tehetségei sorra játszották a mérkőzéseket, ám a végső sorrend hamar kialakult. A rossz idő ellenére elég sokan voltak kíváncsiak a sakkversenyre. 8 gyerek jelentkezett, ebből 3 miskolci iskolába járnak, a többire a felsőzsolcai Szent István, illetve Kazinci iskolából jelentkezett. Még nincs vége a versenynek, de már kirajzolódik, hogy a két kis gyerek, a kis Dávid és a kis Imre lesz a legjobb, valószínűleg ők fogják megnyerni, már is 3-4 pont előnnyel vezetik a versenyt. Közben persze sült a lángos és előkerültek a sörök is. A jó hangulatú beszélgetéseket pedig a néha már szemerkélő eső sem tudta félbeszakítani. Délután a Krisztina óvoda néptánc bemutatója nyitotta a színpadi programok sorát. A gyerekek már régi ismerősként köszönhették a Csiribiri együttest, akik mint mindig most is színes kis műsort hoztak a gyerekeknek. Az eső miatt ugyan a sátor alá szorult a férfi népdalkör, ám fellépésük így is nagy sikert aratott. A közéleti kávéházban délután országgyűlési képviselők is vendégeskedtek. Fedor Vilmos a térség újból megválasztott honatyája, és Káli Sándor Miskolc polgármestere felsőzsolcai lakosként látogatott el a sátorba. Feleségem révén felsőzsolcai vagyok, és nagyon szeretek itt lakni. Tehát vendégként nem mondanám, inkább olyannak, akire azt lehet mondani, hogy ütmen. Itt ezen a közéleti kávéházon most elég sokan vannak itt. Mi az, ami szóba kerül, mi az, amit ilyenkor érdemes megvitatni? Hát mindig a napi események. Szóval én szerintem Felső Zsolca hihetetlenül új helyzetbe került azzal, hogy 37-es útnak a 4-sávosítása megtörténik. Meg az is, hogy ugye indul a kassai gyorsforgalmi út, mert ezzel Felső Zsolca ennek a térségnek, ha úgy tetszik, egyfajta kereszteződése lesz. Ez egy hihetetlen lehetőség, főleg azzal, hogy itt a Felső-Zsolcai Ipari Park is elkészül. Mi az, amire számíthat az elkövetkezendő 4 évben ez a térség, illetve maga Felső-Zsolca? Hát ugyanarra, amire Miskolc, hogy munka, munka, munkahely. Tehát itt most ez a cél, hogy az itt élők, akik nagyon sokat dolgoznak egyébként, azok kapják meg végre azt a lehetőséget, amit megérdemelnek. Ez itt élő
embereknek a kezében, meg a fejében benne van a tudás, és hát mi azt mondjuk, hogy nem azt várjuk el az ide települő nyugatiaktól, hogy azt kérjék, hogy minél kevesebb bért adjanak, és azért jöjjenek, hanem azért jöjjenek, mert itt az emberek tudnak dolgozni. Ez egy hihetetlen lehetőség, mind a mellett, hogy Felsőzsolc egy nagyon szép város. Ugye még hátra van a helyhatósági választás az ősszel, de mit lehet mondani Miskolcnak a kistérségi politikájában? Lesz-e változás? Miskolc megújította a kistérségi politikát, tehát az, hogy a Fehér Attila polgármester úr, ő a kistérségnek az alelnöke, az én úgy gondolom, hogy ez jelzi is azt, hogy mi nagyon komolyan veszük azt, hogy a kistérséggel egyfajta más kapcsolatunk legyen. De a leglényegesebb ez, hogy a más az azt jelentse, hogy a kistérség az ugyanúgy fejlődjön, mint Miskolc. Hosszú-hosszú ellentétek voltak, nagyváros mindig rányomta egy kicsit a bélyegét a városkörnyékre, de ezt el kell felejtenünk. Nyugaton is úgy működik, hogy egy 30-50 kilométeres kör az már a nagyváros vonzás körzete, és hát mi azt szeretnénk, hogy az itt élők is jobban éljenek, élvezhessék azt, ami fejlődésként itt láthatóan az EU-tagsággal beindul. Konkrétan kitértünk arra, hogy a tömegközlekedésben, rövid távon akár, vagy hosszabb távon is milyen megoldásokat lehetne találni. Ennek most ugye az adja az apropóját, hogy egy új kormány alakulás, akkor bizonyos prioritások újra fogalmazódnak. Tehát mondjuk a tömegközlekedés megoldása az agglomerációban. De szóba jött a Miskolci Pólus programba való illeszkedésünk is. És hát olyan közeli napok vagy heteknek a problémáiról is tudtunk szót váltani, hogy a 37-es út légnyomsávosítása kapcsán milyen hátrányokat kell bizonyos időre elszenvednünk, illetve ezt hogy tudnánk mi kompenzálni, hogy a lakosság ebből minél kevesebbet érezzen ebből a bosszúságból. A polgármesterrel éppen arról tárgyaltunk, hogy a 37-es útnak a négy sávosítása lehet, hogy átmenetileg olyan kellemetlenséget jelent majd a felsőzsolcaiaknak, hogy miután legalább egy hónapra le kell zárni ezt az utat, így a forgalom egy részét erre el kell terelni. Most nyilván arról beszélgettünk, hogy ehhez képest, hogy ennek fejébe vagy cserébe Felsőzsolca milyen kompenzációt kaphat, és hát most hadd ne áruljam el, de vannak ötletek a polgármester úr részéről is, tőlem is, hogy mit kellene Felsőzsolcán megcsinálni. És ezen kívül egyébként az elkövetkezendő 4 évre milyen fejlesztések vannak, amelyek akár Miskolcon keresztül, akár célzottan itt ebben a térségben létrejöhetnek? Hát nézd, a legfontosabb, hogy a megközelíthetőséget minden irányból biztosítsuk. Ugye ebben már jó úton járunk, elkészül a négysávosítása a 37-es útnak, elkészül a Bors út, a Miskolcot elkerülő út. Gyakorlatilag ez a térség többfelől válik megközelíthetővé. Ebben még fontos az is, hogy a 37-es út és az M30-as összekapcsolása lehetőséget teremt arra, hogy Felsőzsolc és Alsózsolca mentesüljön a nehéz forgalom alól. Tehát akkor az ipari parkot kapcsoljuk be a közlekedésbe. Ugye emellett, ami a legfontosabb, miután már Miskolc és a város környék fogadókész befektetésekkel való tárgyalás és ezek fogadása. Azt is mondhatnám, hogy a középpontban a munkahely és munkahely teremtés áll. Tehát emellett nyilván az a fejlesztés, ami elindult Miskolc, amiről úgy beszélünk, hogy a fejlesztési pólus, az ország egyik fejlesztési pólusa, ez lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc és térsége 100 milliárd, akár 100 milliárd forint összeget fogadjon. És például ebben a programban, ez is a napokban dőlt el, szerepel a Felsőzsolcai Szabadidő Központ, aminek a tervei már elkészültek, ez a Sajó mentén épülne föl. Szóval így, közéleti beszélgetéssel, jókedvűen, rajzolósan, táncolósan, néha kicsit fázósan, néha kicsit megázósan telt a munkaünnepe május 1-e Felsőzsolcán 2006-ban.